Szentendrei Katonai Akadémián amatőr rádiósok létesítenek kapcsolatot nap mint nap a világ különböző pontján lévő rádióállomásokkal. Ráhangolódnak például a pekingi rádióállomás magyar adására, jeleket vesznek ukrán rádiós társaiktól, mindezt persze kedvtelésből csinálják. Ismerjük meg most őket, az amatőr rádiósokat. Derek Tulano. Derek Leno, 7-3 Sierra. Asia 9-4-2. 9-4-2. 9-4-2, contact Bukarest 124, decimal. Lássuk ezt a rádió amatőr bunkert. Mik itt a legnagyobb érdekességek, a legkülönlegesebb eszközök, Miklós? A legkülönlegesebb eszköz talán, amire érdemes felhívni a figyelmet, az ott látható a sarokban. Ez egy R-134-es katonai készülék. Ezt Magyarországon tervezték 1986 és 90 között, és abban az időben ez 2 milliárd forintba került. Na hát itt van az antennapark. Itt jobb, amikor fönt vannak gyakorlatilag azok a rövid hullámú antennáknak a különböző indítópontjai. Ezekkel az antennákkal gyakorlatilag, ezekkel a drótokkal körbe lehet rádiózni az egész világot, innen a Szentendéről. Ugye ez forgatható, a betáplálási pontja is gyakorlatilag olyan, mint egy reflektor, és abba az irányba, úgymond idézőjelbe téve lövi ki a hullámokat. Tehát, hogyha te mondjuk kitalálod, hogy nosza, akkor én inkább Szombathelyen akarnék beszélgetni, akkor följössz és átállítod. És akkor átállítod. Ez az R1-es forgató, R1 fiam, és forgasd meg. Ez az a bizonyos log, amivel mindenképpen minden egyes összekötetést bele kell írni. Itt benne van évekre vissza az összes összekötetésünk, minden egyes. Ugye két hívójelünk van itt a laktanyában, az egyik az a Helin Antal 7-es Antal Antal, a másik pedig a Helin Antal 9 Helin Antal Ferenc 9 Antal. Valahol kinyitom, vagy itt elkezdem nézni, van egy IT9, ez pedig egy olasz YU, egy jugoszláv UR, egy ukrán, utána van egy magyar. De az, hogy ilyen 7-8 ezer kilométeres összekötetéseket csinál az ember, az teljesen mindennapos. Ákos feszülten figyeli, hogy valahonnan visszajön a jel, vagy mi történik? Most még csak keresek adást. Találtam két frekvencián, de még nincsen terjedés valószínűleg, és még megjelent. És ebben van, csak le kell oltani a neont. Ja, kapcsoljuk el a neont, és akkor hát, hogy ha jobb lesz az összekötetés. Most csak a hangerőn állítottál, vagy tényleg? Most a frekvenciát állítom lejjebb, de itt az előbb voltak még benne árnyék. De lehet, hogy túl nagy a szél, vagy mi befolyásolhatja ezt? Nem, az ionoszférában terjed, meg lehet hallani alatta ilyen recsegés, az valószínűleg zivatar. De azért ezeket mostanában az ember, hogyha nagyon ráfeszül, akár Skype-al is meg tudja tenni, vagy bármilyen modern telekommunikációs eszközzel. Ez egyébként nem okoz némi antagonisztikus ellentétet ezekkel az eszközökkel? Azok az eszközök, ugye már olyan eszközök, amelyeket készen a mai embernek csináltak, mint egy fogyasztói társadalom részére. Ezeket az eszközöket pedig, az antennákat, az illesztőket, az átjátszókat mi faragjuk, mi csináljuk. Tehát nekünk az a lényeg, hogy legyen egy olyan rendszer, ami mindig jobb és egyre jobb. Ennek egyébként a katasztrófa védelemben és a polgári védelemben nagyon komoly szerepe van, és az amatőrök is nagyon komoly szerepet kapnak. Ha mondjuk eltépi Jóska bácsi a nagy sebességű optikai kábelt, akkor ugye azonnal megszűnik az internet, illetve hogyha bármilyen konfliktus kitör, lásd a jugoszláv háborújuk idején, mi volt az első, amit szanaszéjjel lőttek az amerikaiak? A mobiltelefon központok, illetve a mobiltelefon átjátszó tornyok. És akkor nem volt se internet, nem volt se mobiltelefon, mi maradt, csak a klasszikus rövid hullám, amit alapvetően ott is, és ez tényleg így is volt, hogy az amatőrök üzemeltettek. Itt a Helin Antal 7-es, Antal Antal, Helin Antal 7-es, Antal Antal, Magyar Honvédség Szentendre, Altiszti Akadémia, kérnék egy riportot, operátor Miklós Vétel. Na, csókoltat a Jani, a 4 éve is Jani. Azt mondta, hogy ha meghallom a hangodat, akkor adjam át. 5-9 vagy egyébként. Ha 6-os Otto Béla, Helin Anna 6-os Otto Béla vagyok, és még itt van a frekvencia, a H2-es Béla János. Itt a kínai nemzetközi rádió. Pekingből közvetítjük magyar nyelvű adásunkat.